miközben két fiatal régész, Derek és Margó, valamint nomád barátjuk Moki ókori romokat tártak fel, hirtelen a futóhomok csapdájába estek. És amikor a por leült, egy hatalmas csarnokban találták magukat, amely tele volt egy másik civilizáció óriási méretű relikviáival. És ott, a terem túlsó végében egy ajtóra bukkantak, melyen a következő felirat állt. Aki átlép ezen az ajtón, időutazáson vesz részt. Nagy kalandozások. Történetek a Bibliából. Jézus csodái. Látjátok? Semmi sincs a kezemben. Nos, Margó, szerinted hol lehetünk? Még mindig itt vagyunk Galileában, és ez lehet Kána. Hé, nézzétek, mit csinál az az ember! Íme egy tollas barátunk gyümölcse, egy tojás. Zalum alarum! Lenni. Varázsló, hogy ilyen trükköket csinálhassak. Akkor már csak varázsigékre van szükséged. Igen, varázsigékre ez az. Hogy is mondta? Alarum, zalarum, nem, az alarum, zalarum, Istenem. Alakazam! Csoda, nem? Nem, fiam, ez csak egy trükk. Az utazó varázsló érti a dolgát, és ő tökéletesítette a trükkjeit, de a csoda nem trükk, hanem Isten ajándéka az embernek, valamint Isten dicsősége. Az én nevem Benjamin. Úgy látom, hogy messziről érkeztetek. Igen, jó ideje koptatjuk már az utakat, de még igen hosszú út áll előttünk. És az lesz a csoda, ha egyszer megérkezünk. Moki, hallgass! Én Margó vagyok, ők pedig itt Derek és Moki. Nos, fiatal barátaim, tudjátok meg, hogy a csodák földjén jártok. Olyan nép él itt, amelyet Isten vezetett történelme során. Az ő engedelmes követői és prófétái, akik hallgattak rá, és aki cserébe csodákkal áldotta meg őket. Olyan prófétákat, mint Noé, aki Isten segedelmével építette meg bárkáját, és így családjával együtt megmenekült az özönvíz elől. 40 nap és 40 éjjel át esett az eső. Amikor a víz visszahúzódott, a bárka egy hegy tetején pihent meg. Isten szivárványt küldött az égre annak jeleként, hogy többé nem küld özönvizet az emberiség elpusztítására. És Mózes, aki Isten erejével ketté választotta a Vörös-tengert, és kivezette népünket Egyiptomból, és vele a rabszolgasorból. Mózes engedelmeskedett Istennek, az erős szél megnyitotta a tengert, és felszárította a talajt, és az emberek átkeledtek a szabadság földjére. Az izraeliták Jerikó falait is lebontották. Józsué, az új vezető, követte Isten haditervét, és 7 napon át vezette seregét a falak körül. Majd egy hatalmas kiáltással ledöntötték a falakat, és beléptek az ígéret földjére. A hatalmas Góliát a filiszteusok hadseregével harcra hívta az izraelitákat és a fiú Dávidot, aki engedelmeskedett Istennek, és egyetlen kőhajítással leterítette az óriást. És Izrael ismét megmenekült.
Dánielt, a prófétát bevetették az oroszlánok barlangjába, mert nem engedelmeskedett a királynak, aki megtiltotta az Istenhez való fohászt. De hite és imái által az oroszlánok szelíd házi macskává váltak. És Dániel megmenekült az éhes ragadozók elől. És egy napon, ahogy a próféták ígérték, eljött Jézus, aki 3 röpke év alatt számtalan csodát tett, és beteljesítette az Ószövetség proféciáit, bizonyította, hogy ő a Krisztus, a Messiás, Isten fia. Néhány régen élt próféta olyan, mintha régi barátunk lenne. Jaj, Derek, egyáltalán nem is volt olyan régen. Még csak pár hete, hogy mi is láttuk. Pár hete beszélgettünk Jézusról, és azt kívántuk, bárcsak láthatnánk a csodatetteit. Nos, ifjú barátaim, az egyik csodájának élő példáját láthatjátok. Hogy? Én Nain városában születtem, innen néhány mérföldnyire délre. Özvegy édesanyámmal éltem egyetlen gyermekként. Amikor fiatalon súlyos beteg lettem, és meghaltam. A testemet előkészítették a temetésre. Gyászoló anyámat barátai követték. Amikor a gyászmenet a városkapu közelébe ért, Jézus közeledett a tanítványaival. Kedves asszony, ne sírj tovább. Néked meg azt mondom, fiú, kelj fel. Mi ez? És... hol? Fiam! Anyám! Bizony, igen, Moki, igazi vagyok. Tudsz olyan trükköket, mint a varázsló? Tudom a varázsigét! Minden évben néhány napra bezárom az üzletemet, és végigmegyek az úton, ahol Jézus járt, és megemlékezem csodás műveiről. Van kedvetek velem tartani? Megmutatom nektek, hol vitte véghez néhány csodás tettét. Örömmel! Persze, ez jól hangzik. Gyere, Moki, kirándulunk! Ne várjatok, megmutatom a tojásos galambos trükköt, és emlékszem a varázsigére. Alabún, marakún! Azt hiszem, rossz varázsszavakat használtam. Akkor induljunk. Már össze is csomagoltam az útra. Várj, majd én viszem, jó? Látjátok ott azt a házat? Itt Kánában tett Jézus először csodát. Éppen lakodalmat ültek. Mózes, valamint Izrael törvényeinek megfelelően, Isten áldja meg egybekeléseteket. Ámen. Jézus anyja, Mária segédkezett az esküvőn, és aggódott a frissítők miatt. Fiam, a mulatság még nem ért véget, és elfogyott a borom. Drága asszony, ne szólj az én dolgomba. Még nem jött el az én órám. Tedd azt, amit ő mondni. Töltsd meg a korsókat vízzel. Önts ki egy keveset, és add a lakodalomért felelős násznagynak. Más esküvőn a legjobb bort szolgálják fel először, de te a legjobbat tartottad utoljára. Hogy Jézus sok esküvőre hívták. Ez nagyon szép dolog volt Jézustól. Ennek a csodának 2 oka is volt, Margó. Először is tisztelte anyja kérését. Másodszor pedig, ami fontosabb volt, erejével növelte tanítványai hitét. Azt hiszem, mégis meg tudom csinálni azt a tojásos trükköt. Lássuk csak. Filigárún, ne!
nem, legyen a nap, a hold, és a csillagok. Jól van, már teszem is vissza, a madarat neked adtam volna. Ez a Genezáreti tó. Pihenjünk meg, barátaim. Van itt egy kis kenyér, gyümölcs és keményre főtt tojás. Bizonyára mind megesszük. És ott egy kút, hogy oltsuk a szomjunkat. Ó, ez jól néz ki. Nagyon köszönjük, de neked lesz elég? Van bőven. És útközben majd szerzünk utánpótlást. Megyek, megkérdezem a halászokat, milyen volt a mai fogás. Hát, ha tudnak adni pár halat. Úgy látom, Moki üres kézzel jön. Egyetlen halat sem fogtak egész nap. Épp itt történt, ugyanezen körülmények között, hogy Jézus találkozott Péterrel, a testvérével Andrással, Jakabbal és fivérével Jánossal. Jézus a tó mellett prédikált, az emberek csak úgy tolongtak. Amikor a csónak megállt a partnál, Jézus belépett a csónakba. Evezzetek a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Mester, egész éjjel haláztunk, és nem fogtunk semmit. De ha te mondod, újból megpróbáljuk. János! Jakab! Segítsetek! Uram, bocsáss meg nekem. Bűnös ember vagyok, és nem vagyok méltó hozzád. Péter, nincs mitől félned. Kövess engem, és mostantól embereket fogsz majd a hálóddal. És Péter, András, Jakab és János a tanítványai lettek. Igen, és mindenüket hátrahagyták, hogy kövessék Jézust. Ott hagyták a sok halat. Ahogy mondod, Moki. Szerintem csak ők tudták, hogy csoda történt. Az emberek meg azt hitték, hogy a halászoknak szerencséjük volt. Figyeljetek csak! Megvan a varázsige, most már tudom! A számomát a fogam mellett, vigyázz tojás, mert lenyellek. Látjátok, már én is el tudok tüntetni egy tojást. Megérkeztünk a Pernaumba. Látjátok ott a római kaszárnyát. Jézus itt nagy csodát tett. Hihetetlen csodatetteinek gyorsan híre ment az egész országban. És amint belépett a városba, a római százados, egy katona, aki 100 katonának parancsolt, oda ment Jézushoz. Bocsáss meg nekem, rabbi, tisztelettel. Lenne egy kérésem. Szolgám, kit fiamként szeretek, beteg, halálám van. Ha csak néhány szót váltanál vele, a szolgám ismét erőre kapna. Vigyél el hozzá. Mester, nem vagyok méltó rá, hogy belépj a házamba. 100 katonának parancsolok, és ha egynek is azt mondom, ezt tedd meg, tudom, hogy engedelmeskedik. És ha egy másiknak azt mondom, menj oda, tudom, hogy oda fog menni. Nem kell, hogy lássam. Tudom, elég csak kimondanom a szót, és az úgy lesz megtéve. Én mondom, ilyen erős hittel egész Izraelben nem találkoztam. Menj haza. A hited meggyógyította a szolgádat. Uram, a szolgád jobban van. Elmúlt a láza, és meggyógyult. De a rómaiak a rossz fiúk. Mert segített a rómaiaknak. Rosszul bántak az emberekkel. Igen, később ők feszítették keresztre. Bár segített zsidóknak, pogányoknak egyaránt. Ez igaz, Margó. És sok azon pogányok közül Jézus igazi híve lett.
Hatalmas tömeg követte, amerre csak járt, hogy hallassák a tanításait és meggyógyítassanak. Jézus elfáradt és pihenésre volt szüksége, és amikor a tömeg oszlani kezdett... Barátaim, evezzünk most át a tó túlpartjára, hogy megpihenhessünk egy időre. Nem érdekel, ha itt veszünk a viharban. Miért félsz, András, mondd? Elveszett a hited? Békét! Nyugodj meg! Miféle ember lehet ő, ha még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Jézusnak nem sok ideje volt a pihenésre, igaz? Sok dolga akadt rövid idő alatt. És ahogy mondta, az atya művét vitte véghez. Ez Betsaida, egy pogány város. Itt olyan sok szép látnivaló van. Én már látom is a szép látnivalókat. Nem rossz, egyáltalán nem rossz. Én nem látok! Moki, ne taposd már a fejem! Megbotlottunk. Te meg a látnivalóid. Élt egy ember ebben a városban, aki nem látott ilyen szép dolgokat, mert vakolt. Hallotta, hogy Jézus a városban járt, és megkérte a barátait, hogy vigyék el Jézushoz. Uram, a barátunk, aki vak, megkért, hogy hozzuk eléd. Talán te tudsz segíteni. Gyere velem. Látsz-e, mondd? Embereket látok, akik olyanok, mint a sétáló fák. Na hát, már látok! Mester! Menj haza, és ne mondd el senkinek itt a városban, mit tettem vele. Nem akarta Jézus, hogy bárkinek elmondja, mit tett vele? Jézus tudta, hogy küldetése rövid időre szólt, és időre volt szüksége, hogy felkészítesse a tanítványait. Hogy folytassák a munkáját, ha ő nem lesz. Elég nehéz lehetett egy ilyen csodát titokban tartani. Ez igaz, Derek. Sokan felfigyeltek rá utazásai során, és miután csodákat tett, hatalmas tömeg követte. Jézus tanítványaival a természetben keresett nyugalmas helyet. De egy nagy csoport, több mint 5000-en követték és megtalálták őt. Megkérem őket, hogy menjenek el. Ne. Olyanok, mint a birkák. Pásztor kell nekik. Ahogy estében nyúlt az idő, a tanítványok kezdtek aggódni az idő múlása miatt. Mester, el kell küldenünk az embereket, hogy hazafelé meg még tudjanak élelmet szerezni. Meg kell etetnünk még mielőtt elküldenénk őket. Filip, hol találhatnánk annyi kenyeret, amivel jól laknának? Ha 200 dénárért tudnánk kenyeret venni, még akkor sem jutna mindenkinek egy egész. Bocsáss meg, uram. Én a mesternek adom az élelmet.
Uram, a fiú felajánlja neked az ételét. Milyen ételt hozott? Mindössze 5 kis árpa vegnit és 2 darab halat. Köszönöm, fiam. Hozzatok nekem néhány kosarat. Testvéreim, adjunk enni a barátainknak. Az emberek olyan izgatottak voltak a csodától, hogy királyuknak akarták Jézust. Milyen szép lett volna, ha a királyuk a csodái révén etette volna őket. Hé, nem is olyan rossz ötlet. Sejtettem, hogy tetszeni fog, Moki. Jézus azt mondta, az ő királysága nem ezen a világon van, hanem a mennyekben. Miután Jézus hazaküldte a tömeget, úgy határozott, hogy egyedül fog felmenni a hegyekbe. Amíg a hegyen leszek és imádkozom, evezzetek át a túlpartra, később ott találkozom veletek. Jézus egyedül maradt és néhány órán át imádkozott. Amikor lejött a hegyről a partra, látta, hogy a szél irányíthatatlanná tette a csónakot. És bár tanítványai órákon át eveztek, nem jutottak előrébb. Úgy döntött, segítségükre siet. Ez hihetetlen. Nem lesz igaz. Ez egy szellem. Hihetetlen. Derüljetek. Ne féljetek. Én vagyok az. Uram, ha te vagy az, hadd menjek hát oda hozzád a vízen. Gyere, Péter. Te kis hitű ember, miért kételkedtél hát? Hiszen te valóban Isten fia vagy, Uram. Galilea tengere oly nyugodt és gyönyörű. El tudom képzelni Jézust, ahogy rajta jár. Jézus bármit meg tudott tenni. Péternek is majdnem sikerült. Még nem hagyta, hogy a kétel hitét szegje. Úgy van, Derek. Mindig akadnak olyanok, akik a kételyükkel rombolják a hitet, így nem jut el hozzájuk Isten áldása, amit ő a gyermekeinek szán. Nos, barátaim, ha követni akarjuk Jézus útját, akkor jobb lesz, ha indulunk. Hiszen még hosszú út vár ránk. Több értelemben is. Tudjátok, az jutott eszembe, hogy most azt tesszük, amit Jézus kért az emberektől, hogy kövessék a lábanyomát. Olyan sok szép csodát tett. Beteget gyógyított, feltámasztotta a halottat, visszaadta a vaklátását. És kenyeret meg halat adott annak a sok ezer éhező embernek. A csodatettei jelek voltak, hogy ő Krisztus, Isten fia, aki megváltja a világot a bűneitől. Még ma is tömegeket táplál szerte a világon, a szavaival és a tanításaival. Áldottak a szegények a lelkükben, mert övék a mennyek birodalma. Áldott, aki gyászol, mert megvigasztaltatik.
Áldott, aki alázatos, mert ők öröklik a földet. Áldott, aki éhségtől és szomjúságtól szenved becsületben, mert meghallgattaték. Áldott legyen, aki könyörületes másokhoz, mert rájuk is könyörületesség vár. Áldott az, kinek szíve tiszta és igaz, mert ők látni fogják Istent. Áldott, aki békét visz az emberek közé, mert ők lesznek Isten gyermekei. Áldott, akit üldöz a gonosz, mert övék a mennyek birodalma. Magyar hangok. Láng Balázs, Gruber Hugó, Kassai Károly, Szersény Gyula, Mesterházi Gyula, Dányi Krisztián, Jánosi Dávid, Juhász Zoltán. Magyar szöveg Nagy Gabi. Hangmérnök és vágó Traub Gyula. Gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva. Szinkronrendező Rehorovszki Béla.